Kezüket csokolom, hölgyeim, kellemes hétfő estét kívánok az uraknak, és október utolsó hétfőn nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mai este folyamán egy rendkívül különleges vendég érkezett hozzám ide a stúdióba, hiszen látják itt előttem az asztalon is egy különlegesség áll, illetve kerül majd bemutatásra. És hát akár hiszik, akár nem, ezeket a fantasztikus maketteket, amiket ma este itt bemutatunk, egy olyan úriember készítette itt Gyöngyösön, akikkel akár önök is tévénézők évtizedeken keresztül találkozhattak Gyöngyös város helyi járatain, illetve különböző hosszú távú túrákon, hiszen buszsofőr volt az illető. Azt, hogy most már miért beszélünk erről múlt időben, az majd kiderül. Üdvözlöm itt a stúdióban Nagy István. Szevasz Pista, jó estét kívánok! Jó estét, szervusz! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és tényleg örülök neki, hogy sikerült összehozni azt, hogy ezekkel a csodálatos makettekkel érkeztél ide a stúdióba. Makettépítő vagy, hobbi szintű makettépítő, igen, de aztán, hogy mennyire hobbi szint, ezt majd kielemezzük a műsor folyamán. Én azt gondolom, hogy elsőként azt a fajta félreértést kellene tisztáznunk a nézőkben, akik, hogyha ránéznek egy ilyenre, és szándékosan nem mondom, hogy mire, az, hogy jó modell. Modellezés, makettezés. Mi a különbség a kettő között? Nos, ebben csak Magyarországon van különbség, mert a német nyelvterületen modellbau, modellépítés, angol területen szintén modellként nevezik, a francia nyelvhasználatban van a makett szó, ugyanazt jelenti. Magyarországon viszont kialakult az a nézet, hogy a makett az a nem működő díszmodell, a modell pedig egy működő modellt jelent. Tehát egy távirányítással is. Igen, akár vagy pedig apró gőzgépek, amik, vagy benzinmotor, mini... Vagy vasútmodell. Vagy vasútmodell, talán a legkézzelfekvőbb például. Szerintem ez az, minden kitalálkozott gyerekkorában a vasútmodellezéssel, ugye? Tehát ami működik, az Magyarországon azt hívják modellnek, és a nem működő díszmodellt, az pedig makett. Így alakult ki. Honnan jött a makettépítésnek? Hát volt én nekem egy ismerősöm, így Gyöngyösön volt neki modellboltja. Nem tudom, lehet mondani nevet? Hát ha már nincs meg a bolt, akkor lehet. Persze, Róza Tibi. Igen. Ő neki volt egy ilyen boltja, és teljesen véletlenül megláttam a kirakatba egy összeépített, tehát egy gyönyörű szép Harley Davidson-t. És mondtam a barátomnak, hogy mondom, ezt hogy lehet ilyet venni? Azt mondta, ezt nem lehet venni, ezt el kell készíteni. Készíteni? És akkor megmutatta a dobozba az alkatrészeket, és hát mondom, hogy ezt én megépítem, és akkor nevettem, mondta, hogy ez nem olyan egyszerű, és adott egy doboz készletet, szintén egy Harley Davidson-t, kíváncsi volt rá, hogy mire megyek vele, mondta, hogy ha meg tudom csinálni, nem kell kifizetni, de hogyha elrontom, tehát valamit összegányolok belőle, akkor viszont ki kell fizetni. Na, elvittem haza, és nagyon szépen megcsináltam, tehát az akkori ügyetlenkedésem közepette, nagyon szépen megcsináltam. Ő is megdöbbent, és mondta, hogy hát ezt nekem csinálni kell, mert ha akinek ilyen érzéke van hozzá, akkor foglalkozzak vele. És akkor elkezdtem. Emlékeim szerint, Pista, jó pár éve ismerjük egymást, szerintem 20 évre tehető az ismerettségünk. Te már akkor is maketteket építettél, igen, emlékeim szerint. Igen, nagyon. Tehát ez azért idő kellett, hogy erre a szintre jussál, hogy ilyen szintű maketteket építsél. Meséljünk ezeknek a díjairól konkrétan, illetve a különlegességeiről. Beszéljünk először a kamionról. Ez a kamion egy Revell modellgyártó cég, ez egy német modellgyártó cég készítette az alkatrészeit. Több ezer darabot legyártottak belőle, de hát a Revellről tudni kell, hogy vannak nagyon jó sikerült modelljei, tehát makettjei, meg vannak sajnos eléggé nehezen építhető makettjei, és ez a nehezen építhető közé tartozik. Megépítettem, és Szentendrére elvittem az akkori országos és nemzetközi kiállításra, ahol itt volt a Revell gyárnak két mérnöke, meg egy összeépítő profi makettezője, és meglátták ezt a kamiont, oda jöttek és megkérdezték ők, a gyárnak a képviselői, hogy ezt melyik gyártótól van ez a modell. Hát mondom, hát a Revell. Azt mondták, nem létezik. Nekik ilyen nincs. Azt mondta, hogy ez nem létezik, mert az ő gyári profi makettezőjük nem tudta úgy összerakni, hogy egyáltalán valahogy kinézzen.
Azt mondta, hogy lehetetlen, és mondtam, de ez a level. És akkor ott rögtön nemzetközi különdíjat kapott, ez arról híres ez a különdíjat. Mennyi ebbe a saját kézi munka, és mennyi az úgymond előre gyártott munka? Tehát a kívülállók azt mondják, hogy ú, megkapod dobozba, ott van benne, hogy hogy kell összerakni, összerakod, ráragasztod, kész. Ennél a kamionnál azt kell tudni, hogy körülbelül egy olyan 450 darabból van, és rendkívül sok a méretbeli probléma, tehát úgy kell csiszolni, reszelni, összeillesztgetni 200-szor egyes elemeit, és az ablaka, azt nem tudom, meg tudjuk-e mutatni, az első szélvédők, be az ablak, az sajnos gyárlag olyan jó milliméterrel kisebb volt, teljesen körülmény, úgyhogy egyszerűen beesett, és nem lehetett a helyére beilleszteni és odaragasztani. Aztán rengeteget gondolkoztam, hogy mit csináljak vele, hogy szélvédő üvege legyen, és végül arra jöttem rá, hogy tűhegyű ecsettel a lakkot, festék lakkot az ablak keretbe körbe bekentem. Aztán a másik ablakba is, aztán hagytam száradni egy óra múlva még egyszer. Ezt csináltam két héten keresztül minden nap. És így ezzel a lakkal gyakorlatilag a keretet feltöltöttem. És oda be tudtam tenni az ablakokat. Tehát ilyen méret. Nem vagy egy problémát. Ideges ember, én azt gondolom. De, mikor az ember ilyen problémákkal találkozik, akkor előáll az a helyzet, amikor már majdnem összetöri. Tehát úgy bepipul, és majdnem összetöri. Csak azért nem töri össze, mert ez abban az időben, ez a kamion, ez akkor volt 18 ezer forint, tehát ez egy olyan több mint 10 évvel ezelőtt építettem meg, és az eléggé komoly összeg lett volna összetörni, de... Meséljünk a másikról, és ez egy nagyobb makett, itt egy 8 lovas sörszállító. Igen. A lovas kocsit látunk. Ennek is van különlegessége. Van története a 8 lovas fogatnak is, meg magának a makettnek. Na most a 8 lovas fogatról azt kell tudni, itt a szekérnek az oldalán ott vannak az amerikai államoknak a nevei, amelyeken keresztül ment. Azt hiszem, hogy 14 államon keresztül ment. Volt egy 1865-ben egy verseny, egy fogathajtó verseny az USA-ban, teljes súlyjal, ezek 8,5 tonnás súlyt képesek vinni ezek a nagy szekerek, teljes terheléssel kellett menni, és ez majdnem egy évig tartott ez a verseny az USA-ban, és azóta világhírű a Budweiser sör, mert a Budweiser sör, vagy Budweiser eredetileg csesör volt. Na és Amerikában ezt forgalmazták, és a forgalmazó cég ezzel versenyzett, ezzel a Budweiser sörrel, és ők nyerték meg ezt a majd egy éven keresztül tartó fogathajtó versenyt. Ennek készült a makett, de magának a makettnek is van különlegessége. Ennek konkrétan itt, amit van az asztal. Ennek az a története, hogy az AMT nevű amerikai makettgyártó cég a Budweiser sörgyár kérésére elkészítette ezt a fogatot, mert ez a fogat a mai napig a sörgyár bejáratán egy hatalmas festményen ott van ez a fogat, így, hogy itt van most maga a makett. Legyártották ezt a makettet, 4 darabot készítettek belőle, tehát nem úgy, mint egy kamion vagy egy motor, hogy több ezer darab készül, hanem csak 4 darab, tehát 4 doboz anyag készült. Ebből egy került Európába, Olaszországba. A többi, azt hiszem egy Japánba, egy maradt az USA-ba, egy meg Ausztráliába, de sehol nem rakták össze a nehéz, tehát ez borzasztó nehéz volt összerakni. Nem rakták össze, hanem csak úgy raktáron maradt, vagy elvitték az ottani sör képviselethez, és ott maradt. Te pedig megérezted benne a kihívást. Olaszországból ezt elhozták ide Magyarországra, ezt a makettet, és én megláttam a képviseletnél, és kérdeztem, hogy miért nem rakják össze? Azt mondom, mert nem vállalta senki. Mondtam, én vállalom, az volt a kikötésük, hogy amennyiben valami kiállításra ezt kérik, akkor odaadom. Mondtam, hogy oké. És összeraktam. És ez az egyetlen, a világon az egyetlen összerakott Budweiser sörös fogat. Pista, mi kell ahhoz szerinted, hogy valakiből jó makettépítő legyen? Biztos kéz, erős idegek, türelem,
Vagy ez mindegyütt? Hát ez olyan, mint a keresztrejfény fejtés, csak kicsit körül. Tehát, hogy minden áron meg akarom csinálni. Tehát nem nyugszak abba vele, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Meg tudom. Ez a fajta mentalitás kell hozzá. Térjünk oda a beszélgetés végén vissza, honnan elindultunk, hogy buszvezetőként dolgoztál, bejártad gyakorlatilag Európát. Az egész Európát, mondani akartam, hogy a félvilágot, de Európát együtt jártuk be, ez egészen biztos. Akkor is ugye már maketteket építettél, viszont most már nyugdíjas vagy. Makettépítés szempontjából előnye ez, vagy hátrány? Nyilván olyan szempontból előny, hogy több időd van vele foglalkozni, hátrány olyan szempontból, hogy nehezebben jutsz hozzá különlegesebb makettekhez. Hát most nagyon banális dolgot mondok, sokan mondták már ezt, amióta nyugdíjas vagyok, semmire nincs időm. Egyszerűen annyira összejönnek a dolgok, amiket azelőtt az ember nem tudott csinálni, hogy külön meg kell az embernek magát erőszakolni, hogy na, akkor most leülök, és csak ez, mert ez engem inkább úgy megnyugtat. Hát leülsz, és mint egy aktív meditáció, úgy elmerülsz benne, se látsz, se hallasz, van úgy, hogy elkezdem reggel, mint egy 7 órakor hazafogok, kimegyek a kis műhelyembe, és a feleségem már este úgy jön oda, hogy legalább enni. Csak gyors válasz, még aktív meditáció meddig tartott a Budweiser maketnél, és aktív meditáció meddig tartott a kamionnál, hónapokban kifejezve. Ezt a kamiont, ezt egy évig építettem, a lovaskocsit az összerakásban nagyon sokat segített a feleségem, azt is egy olyan 8 hónapig. És szerintem, igen. El kellett mennem parádra a kocsi múzeumba, és meg kellett néznem, hogy a lovak hogy vannak befogva, mert ez nem csak úgy vannak odatéve a szíjak, hogy csak úgy ott legyen, hogy úgy messziről úgy látszik. Nem, ez pontosan úgy van bekötve, ha ez életre kellene, minden egyes lovat külön lehet hajtani. És szerintem most csaptak sokan a homlokukra, hogy Istenem, ez nem normális. De az. Igen. De az, Pista, igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Gratulálunk ezekhez a csodákhoz, úgyhogy ha van 8 hónap, 1 év ráérő idejük, akkor akár ilyen maketteket is építhetnek. Ha pedig nincs, akkor nézzenek minket, ha tehetik. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra.